1941-ben 6000 zsidó élt Marosvásárhelyen. Ez a lakosság mintegy 13%-a volt. 1944-ben a magyarok majdnem mindenkit deportáltak egyenesen Auschwitzba. Kevesebb, mint 800 ember tért vissza onnan. Ez Scheiner Juci története. Én egyike voltam a szerencsés keveseknek. Amikor hazajöttem a deportálásból, a testvéreimet életben találtam. Amint tudtam, visszamentem dolgozni a kozmetika szalonomba. Volt egy asszony, aki jött mindig takarítani. Ő vitt bele a lottózásba. Ezt a motorbiciklit nyertük. Mit csinálhattam volna egy motorral? Megvette tőlünk az öcsém, András. Az öcsém elvitt egy motoros bárra. Ott ismerkedtünk meg Schönbrunn Jenővel. Jenő odajött és leült mellém. Szegény 8 évig volt fogságban valahol Ukrajnában, és örült, hogy végre otthon lehet. Megesküdtünk. A régi zsidó baráti kör megvolt, de a hitközségbe nem folytunk bele. Részben azért, mert Auschwitz után nem bírtam gyereket kihordani. Jenőt 1977-ben vesztettem el. Sokáig volt beteg. Nem sokkal később találkoztam Scheiner Aladárral. Aladár első felesége koncentrációs táborban halt meg. A második felesége ugyanabban az évben, mint az én férjem. Megházasodtunk. Aladár vitte el engem a zsidó hitközségbe, amelynek ő volt az elnöke 20 éven keresztül. Minden ünnepségen és összejövetelen részt vettünk, és persze találkoztunk Rosenfőrabbival is, amikor itt járt. Sajnos Aladár sem él már. Aladár halála után is aktív tagja maradtam a hitközségnek. És persze szoros kapcsolatban vagyok a családommal. Minden héten hívnak engem. Én pedig várom az öcsém, András hívását Amerikából. Ma Marosvásárhelyen kevesebb, mint 200 zsidó él. A holokausztot a nagy családok töredéke élte csak túl. Így a legtöbb idős román zsidó magányosan él. A Joint támogatja ezeket a hitközségeket. A zsinagógák egy része újra megnyílt, és a legrászorultabbak gyógyszer és élelmiszer támogatást is kapnak.